Büszkén mutatja Műcsény új falugondnoki kisbuszát a település vezetője. Krahun Elemér azt mondja, bár a 378 lélekszámú településen található kisbolt és egy orvosi rendelő is, az idősek nem mindig tudják megoldani az odavaló eljutást. Ezért örültek annak, hogy a Magyar Falu Program pályázatán egy kisbuszt nyertek. Orvoshoz. Van orvosi rendelőnk, de van idősek, akik nem tudnak elmenni. Buszjáratunk ugyan van, szerencsés helyzetben van a településünk, mert átmenő forgalom, és még vasúttal is rendelkezünk, de hát az idős korosztály buszmegállótól nem tud fölmenni az orvoshoz, úgyhogy oda visszük őket. Műcsény az előző kisbuszát Bonyhád testvér településének, a Vajdaságban található Pancsovához tartozó Sándor egyháza számára adományozta. A delegáció meghatottan vette át a jármű kulcsait. Fantasztikus, hihetetlen, és nagyon köszönjük Műcsénynek, az önkormányzatnak, köszönjük a magyar államnak. Megmutatta a helyieknek az új kisbuszt Potárpi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Azt mondta, a Magyar Falu Program a pályázati lehetőségek közül az egyik legnépszerűbb. Eddig 2019-től több mint 12.000 nyertes pályázatról tudunk beszámolni. 130 milliárd forint támogatást kaptak a kis települések, és az én körzetemben is 58 településből 56 település tud pályázni ebben a programban. Az egyik sláger pályázat egyébként a főleg falugondnoki dolgokra használt kisbusz. Potápi Árpád János körzetébe tartozó 58 település közül 56 jogosult arra, hogy pályázzon a Magyar Falu Program forrásaira. Az elmúlt több mint két évben 2 milliárd 400 millió forintból hajtottak végre fejlesztéseket a Tolna megyei településeken.